A fogyatékos gyermekeket, fiatalokat nevelő családok helyzetét kutatta dr. Berszán Lídia, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének docense. Kutatásának folyamatáról, eredményeiről kérdezem a továbbiakban az egyetemi oktatót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, hogy akkor tisztázzuk a dolgokat, egy több mint 10 évvel ezelőtti kutatásról van szó, illetve egy 10 év után megismétlődöttről, ha nem tévedek, 2015-ben ismételték meg. Mi volt ennek a célja, anno és most? Az első kutatás az én doktori dolgozatom témája volt, és hát azt tűztem ki magam elé, hogy szeretném minél közvetlenebből és minél részletesebben megismerni a fogyatékos gyermeket nevelő családokat Erdélyben. Tudtam, hogy nagyon kevés hasonló jellegű kutatás született, nagyon bátorított a doktori iskola is, az ELTE szociálpolitika doktori iskolájában végeztem a PhD fokozatot, és ott láttam hasonló kutatásokat, és akkor én is belevágtam ebbe. Akkor 400 erdélyi családot kérdeztem meg, ezek közül 290-et személyesen a családok otthonában. Ez egy óriási tapasztalat volt. Mire kereste a választ? Azzal szembesültem a tanulmányaim során, hogy a fogyatékosság kérdésében rengeteg probléma tényezőt tárnak fel a kutatók. És adott pillanatban olyan probléma tömkeleggel dolgozik a kutató, vagy a segítő szakember, ami nagyon nehézzé teszi azt, hogy megőrizzen a segítéshez nélkülözhetetlen optimizmus, pozitív hozzáállást, energizáltságot. Most a tanulmányaim során találkoztam néhány eltérő kutatással, ahol azt nézték, nem azt nézték, hogy milyen problémák súlyosbítják ezeknek az embereknek az életét, hanem azokat vették gorcső alá, akiknek a megváltozott élethelyzet és a fogyatékosság ellenére sikerült valamilyen pozitív stratégiát találni, megküzdenek a helyzettel. Nos, kitől milyen segítségben részesülhetnek ezek a családok, hogyha azt veszük? Hát ez egy több mint 25 éves történet most már. A rendszerváltás óta nagyon sok minden történt. Felépült egy ellátórendszer, egy országos szintű ellátórendszer. Onnan indultunk, hogy nem voltak törvények. Megszületett egy törvénykezés. Szerintem jó törvényeink vannak, európai szintűek. Ez meglepő, hogy ezt hallom, ugye? Meg vagyunk szokva azzal, hogy Románia mindenhol utolsóként szerepel, különösen az ilyen kérdésekben. Nemrég ugye volt egy ilyen eset is, ahol autistáknak neveztek bizonyos embereket, és ez eléggé pejoratív értelemmel volt az autistákra. Tehát nem, ha megkérdeznék valakit az utcán, nem hiszem, hogy azt mondaná, hogy nálunk valaki, aki nem ismeri mondjuk a fogyatékosoknak a helyzetét, vagy nem él a családjában, hogy nálunk azért nem egy menő ilyen politika van ezt illetően. Tehát akkor ezt cáfolja igazából? Én azt hiszem, hogy van egy nagy különbség a jogok és az esélyek között Romániában. Akkor talán ezeket válasszuk szét. Igen. A törvények a jogokat garantálják. De ahhoz, hogy egy törvényből esély legyen, nagyon sok minden kell, még történjen. És hát ez egy nagyon egyszerű példa, mert hogy nekem jogom lenne ahhoz, hogy mondjuk maratont fussak és azt megnyerjem, de esélyem kevesebb van, mert nem vagyok ezen a területen. Azért is akartam erre kitérni, mert hogyha elmegyek külföldre, akkor folyamatosan találkozhatok az utcán mindenhol fogyatékosokkal, fizikai vagy másféle fogyatékkal élő emberekkel. Nem hiszem, hogy ezt elmondhatnám Kolozsvárról. Tehát, hogy néha még a buszon vagy egy kerekesszékest lehet látni, de nem hiszem, hogy nincsenek. Talán itt jön be az esélyegyenlőség. Igen, igen. És a törvényeink előírják, tehát a törvény rendben van, a törvény előírja például az akadálymentességet, akadálymentesség biztosítását a középületek, a közszállítás szintjén. De ebből ahhoz, hogy esély legyen, hogy megjelenjenek valóban a mozgássérült emberek az utcán, hogy részt vehessenek kulturális rendezvényeken, vagy bármilyen szabadidős tevékenységben, vagy munkába mehessenek, tanulhassanak, ahhoz az kell, hogy a törvényből esély legyen, hogy valóban legyen feljáró, lift, stb. 28 évvel vagyunk, ugye 29 évvel a rendszerváltás után. Ön a doktoriát 2005-ben,
Igen. 2005, hát akkor végződött igen. ez a kutatás. Akkor kutatta, le. És 2015-ben megismételte. Igen. Mi változott? Mi változott azóta? Vagy milyen változásokat figyelt meg, ami nagyon érdemesek? Elsősorban az érdekelt, amit az első felméréskor mondtak el a szülők, a családok, hogy azt gondolják, hogy igazából akkor méretik meg ez az ő megküzdő képességük, amikor a gyermekeik az amúgy is kritikus korszakba, kamaszkorba kerülnek, illetve amikor befejezik az általános iskoláztatást, és valahogyan tovább kellene lépni, és valahogyan találni kellene valami élhető konstellációt a családi életre, a fogyatékos személy elfoglaltságára, foglalkoztatottságára. Most ezért nagyon-nagyon vártam azt, hogy megismételhessem ezt a kutatást, hogy lássam, hogy mit mondanak ezek a szülők. Most ebből a 400-as mintából kerestünk meg 100-valahány embert, tudtunk megtalálni, és tudtuk rávenni arra, hogy másodszor is válaszolni a kérdésekre. Így született ez a második 100-as minta. Tehát lényegében ugyanazok kerültek bele másodszor is ebbe a kutatásba. És hát ez volt az első kérdésem, hogy alakult az, amit ők előrevetítettek, hogy a kamaszkor lesz a nehéz, és a fiatal felnőtt kor elkezdése. Most beigazolódott, hogy egy nehéz időszak, beigazolódott az is, hogy vannak elszórtan kezdeményezések a későbbi foglalkoztatás megoldására, vagy a kamaszkorú fogyatékos személyek fejlesztésben való bentartására, de ez nem áll össze egy egész országban valós lehetőségé számukra. Tehát Kolozsváron van néhány szervezet, akik foglalkoztatást, felnőttkori, mindennapi foglalkoztatást szerveznek. Más megyeközpontokban is van, Székelyföldön elszórtan vannak helyek, sőt, vannak akár idős otthonok, akik felvállalják azt, hogy szervezzenek hetente néhányszor foglalkozást, ahova bejöhessenek fogyatékos személyek is. De mai napig azt mondhatjuk, hogy a felnőtté váló fogyatékos személyek foglalkoztatása, akár munkaerőként való foglalkoztatás, akár szinten tartó foglalkoztatása, szabadidős foglalkoztatása nem megoldott. A terület, ahonnan vannak ezek az esetek, az mekkora terület? Hát az első kutatást azt nagyon igyekeztem erdélyi szintű reprezentatív mintává szélesíteni, tehát több erdélyi nagy és kisváros, mindenféle település méret az egészen kicsi falutól a megyeszékhelyig. A második kutatásnál nehezebb helyzetben voltunk, mert hogy vissza kellett keresni az embereket, történtek lakcímváltozások, voltak, akik megtagadták a válaszadást. Tehát akkor második kutatás az nem reprezentatív, abból dolgoztunk, ami elérhető vált számunkra. Uh-huh. Tehát ez a 110-valahány ember. De ez a szegregáltság végül is akkor kiviláglott az egészből, hogy milyen mondjuk fogyatékosnak lenni Kolozsváron, és milyen egy teljesen eldugott kisfaluban, mennyivel igen, más esélyekkel. Igen. És érdekes, hogy nem a település mérettel egyenes arányban csökkennek vagy nőnek az esélyek. Mert egy kis település, ahol él a közösségi szolidaritás, él az egymásra odafigyelés még, benne van az emberekben az, hogy nem várhatjuk senki mástól, hogy megoldja a helyzetünket, nekünk kell kitalálni valamit. Érdekes, hogy kis településeken születtek nagyon egyéni, nagyon szép kezdeményezések. Tudna mondani egy példát? Hát például a postás egy kicsi településen bevállalta azt, hogy éppen egy Down-szindrómás fiatalember őt kíséri minden útjára, és egyszerűbb küldeményeket, újságokat odaad neki. Ebből az nőtt ki, hogy egy ideje az újságokat, a reklám, sajtót ez a Down-szindrómás fiatalember osztja ki, és mindenki szól hozzá egy szót, strukturálódik számára az idő, mert ő megy munkába. Mert őt mindenki ismeri, ha nagyon elkorincsál, szólnak neki, hogy te merre jársz. Odafigyelnek jobban egy kis közösségben az emberek. Épp arról beszéltünk az előbb is a munkába állásról, és ez milyen kihívásai vannak ennek egy fogyatékkal élő számára, illetve hogy kimagaslóan érinti őket ugye a kamaszkor. Mi a probléma? Mi történik kamaszkorban? Miért olyan problematikus
ez a fogyaték. Hát persze más, mindenki számára, a kamaszkor az egy, sőt a szülők számára talán azt hiszem a leginkább. Ilyenkor a fiatalok kicsit, hát nem tudom, próbálnak kitörni, és hogyha édesanyámat idézem, akkor kiállhatatlanokká válnak. Melyek azok a kihívások, amelyekkel egy fogyatékkal élő néz szembe ilyenkor? Én azt hiszem, hogy a kamaszkor az, ahol már nem lehet egységes csoportként beszélni a fogyatékkal élőkről. Külön problematikája van az értelmileg sérülteknek, ahol egy felnőtt testben egy gyermeki értelem lakik. Ezért az ösztönkésztetések, a testkép elfogadása, megélése, az intimitás, az önellátás nagyon problematikussá válik. Mert hogy nem tud magáról gondot viselni, nem tud magáért felelősséget vállalni, nincs tudatában a veszélyeknek, de már egy felnőtt testű emberről van szó. Akit nem lehet gyermekként tenni, venni, nagyobb felelősség a szülőknek, nagyon fizikailag is nagyobb kihívás, lelkileg is nagyobb kihívás a 18 éves fiadat fürözteni a zuhany alatt. Megóvni, meg elmagyarázni neki az ő szintjén azt, hogy mire kell figyelni, mikor vagy veszélyben, mi az elfogadható vagy el nem fogadható magatartás. Beszéltünk az előbb a környezet hozzáállásáról. Egy fogyatékos gyermeket, amíg még gyermek, kevésbé utasítanak el, de amikor már felnőtt méretű emberről van szó, csak önmagában azért, mert fogyatékos, nagyon nehezen fogadják el, vagy nagyon nehezen tolerálják. Mi vár egy ilyen tinédzserre 30 éves korában? Hát, hogyha talál magának ilyen a mindennapi életet kitöltő értelmes foglalkozást, ami szinten tudja tartani az ő készségeit, mert a foglalkozás hiányával nem csak az a baj, hogy nincs miért reggel felkelni, nincs hová elmenni, nem történik semmi, hanem azért, mert a tétlenség az mindig visszaépíti a meglevő készségeket az egészséges ember esetében is. Tehát visszaépülnek a készségei, a kommunikációs készségei, a tájékozódás, a kézügyesség. Bezárul a világ felé. A bezárulás az nem mindig egy békés bezárulás. Feszültségek implikálódnak, nincsen hol lefutni ezeknek a feszültségeknek. Az ember társas lény, akkor is, ha fogyatékos személy. Tehát, hogyha talál magának olyan foglalkozást, vagy a család be tudja vonni, beszéltünk élhető mintákról, találkoztam egy olyan szülővel is, szintén kis településen, aki fűszernövényeket termeszt, bevonta a fogyatékos gyermeket, és akkor még bevont más fogyatékos fiatalokat is ebben, néhányat. És ezt együtt nagyon szépen csinálják. Tehát, hogy találni olyan foglalkozást, akkor nyert ügy, akkor általában nagyon-nagyon nagy precizitásra tesznek szert azon a tevékenységi területen, amit ők megtanulnak. Ezt láttam Hollandiában, Egyesült Államokban, ahol voltam hasonló lakóotthonokban, vagy védett foglalkoztatási műhelyekben. Ugye beszéltünk is közösségekről, hogy ott hogyan működik, és hogy meglepő, hogy mekkora erő van egy kicsi közösségben, és az összetartásban, a kohézióban. Hogyan működik ez nagyvárosban, ugye? Civil szervezetek is rásegíthetnek, szakemberek rásegíthetnek, azért mások a lehetőségek. Igen, hát egy nagy településen, mondjuk egy megyeszékhelyen azért többnyire van valamilyen felnőtt foglalkoztató, ahova bejárhatnak fogyatékos személyek. Hogyha az egy egyetemi város, akkor önkéntesekből sem hiány, vagy szakmai gyakorlatozó diákokból, mert hogy ez egy nagyon nagy erőforrást igénylő tevékenység. Nem elég egy felnőtt szakember, aki odafigyel, tehát nagyon oda kell figyelni, mindenki aktivitásban legyen, hogy az célzott tevékenység legyen mindenkinek a saját képessége szerint, mert hogy nem lehet egy hosszú feladatsort rábízni időnként rájuk, de mindenki meg tud találni valamit, amit ő megtanulhat és végezhet. Tehát nagy városokban igencsak akadnak ilyen foglalkoztatási lehetőségek, de sokkal több lehetőség kellene, sokkal differenciáltabb. Nagyon sok fiatal nem szereti ezt az apró, nagyon manuális tevékenységet. A fiúk fúrni, faragni szeretnének, férfiasabb mesters tevékenységet rakodni, hozni, vinni. Nem csak egy asztalnál ülni és mondjuk gyöngyöt fűzni, vagy kézi munkát. Azt, amit láttak igazából a férfiaktól. Tehát igen, ülünk. Igen. Vagy nagyon sokszor elmondják lányok, nők, fiatal, fogyatékos személyek, hogy
hasznos tevékenységet szeretnénk, nem egy töltelék dolgot, ami el kell vagy nem kell, szüksége van valakinek rá, hanem ami közel van a háztartási munkához, sütni, főzni, készíteni dolgokat, amelyekben kipróbálhatom magam, ami motivál, ami érdekel. Ha jól szűröm le, akkor végül is sok minden nem változott, ha azt vesszük az esélyegyenlőség terén, jogok terén, hát igen, törvényeket lehet hozni, ahogy ön is mondta, folytatja ezt a munkát talán. Gondolkodott-e azon 2015-ben, hogy visszamegy majd esetleg 2025-ben is ezekhez a családokhoz? Szívesen visszamennék, de inkább az esélyeknek a bővítésen kellene dolgozni. Hogy több ilyen lehetőség lehessen, ahova eljöhetnek, ahol tevékenykedhetnek. Az Életfánál most sikerült összehozni egy kis konyhát, és olyan jó volt látni, ahogy ott kavargatnak, próbálkoznak, és hát vannak álmaink, hogy mit szeretnénk, hogy abból kinőjön. Hogy majd csináljunk egy kávézót mi is, mint Budapesten, és megsüthessük hozzá a kis fogácsánkat, és meghívhassunk oda embereket. Én remélem, inkább... hogy nagyon rövidesen ismét vendégül láthatom önt itt, és akkor már meg lesz a kávézó is. Nem azt akartam mondani, hogy addigra meg lesz a kávézó, mire jön, mert lehet, hogy akkor az azt jelentette volna nagyon későre. Remélem, hogy akár még idén. Berszán Lídia docensnek köszönöm szépen, hogy befáradt, és ismertette a kutatását. Örömmel tettem.